Köszöntök mindenkit a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, vendég oldalról Jalen Henry, illetve az edző Zlatko Jovanović csatlakozott hozzánk. Jalen, please summarize the game. We had to come out and match their physicality, and we're a defensive team who always has been. That's how we got to the playoffs anyway. Fizikálisan akartuk elkezdeni, és fizikálisan akartunk játszani a mai mérkőzésen, és kemény védekezés elé akartuk állítani a Falkot. We just made a lot of mistakes on defense in the first half, and De ennek ellenére nagyon sok hibát vétettünk az első fél időben, főleg védekezésben, és ezt a Falkok egyetlenül kihasználta. And Falkos a team, we can't do that, and once the separation happens, we have to be smart on offense. És igazából, ahogy elkezdett nőni a különbség, elvesztettük az önbizalunkat támadásban is, és sajnos nem sikerült közelebb jönnünk. And now we have to focus on fighting for fifth place as a team, and we're gonna give everything. És innentől kezdve egy következő forduló jön számunkra, és az ötödik helyet szeretnénk megszerezni a bajnokságban. Thank you very much, Jalen. You can go back to the locker room. So, Zlatko, please, that's, the question is the same. Please summarize today's game. Thank you. First of all, normally I wanna congratulations for Falco. Először is szeretnék gratulálni a Falco csapatának. One dominate Serie A and one dominate team, and I'm really proud that we have chance to even compete with them. Egy igazán domináns szériát játszott ellenünk a Falk, egy igazán domináns csapat, és nagyon örülök annak, hogy játszhattunk egy ilyen szintű csapat ellen, úgy érzem, hogy ebből tudunk fejlődni és a továbbiakban építkezni. And to my close friend, when we are on the court, we are opponents, but to my close friend Misha, George and other people in the staff, I wish them to take what they deserve, and I know what they want to do in the future, so I wish them good luck. Ugye pályán természetesen ellenfelek vagyunk, de a pályán ki ugye nagyon jó barátságot ápolunk a Milossal, Györgyével és nagyon sok játékos, illetve stábtaggal a Falkon, úgyhogy nagyon sok szerencsét kívánok nekik, kívánom, hogy érjék el a céljukat, és tényleg sok sikert a következő napokban, hetekben. On the other hand, I know we didn't play 3 games on our level, I know that. Viszont azt is tudom, hogy ez a 3 mérkőzés, nem úgy játszottunk, ami a mi szintünk. But for us, being in the playoff is one pleasure. De számunkra az, hogy itt lehetünk a playoffban, már egy hatalmas nagy megtiszteltetés és egy nagyon nagy lehetőség. And for sure, until the end, next 3 weeks, we're gonna give our maximum, and I know we can make it best as we can. És éppen ezért a következő 3 hétben, ameddig ez a playoff rész tart számunkra, maximálisat fogjuk nyújtani, és tudom, hogy tudunk jobban is játszani. And one more time, good luck to the both teams. És még egyszer. És még egyszer, mindkét csapatnak sok sikert kívánok, a Falkónak egyértelmű ugye az elődöntőben, még számunkra a következő mérkőzésekben. Thank you, Zlatko. Good ride. Sorry. First of all, guys, congratulations to win and congratulations to go to the semifinals. Jordi, please summarize the game and give us your thoughts about tonight's game. Thank you. We knew that 2-0 doesn't mean nothing, and we make a deal that we need to go on the court and play 100% in the defense, be 100% with focus here, and that's the only way that we can win the game. Tudtuk, hogy a 2-0 az még ugye nem jelent semmit egy ilyen párhazban, 0-0-ról indult a harmadik mérkőzés, úgyhogy megbeszéltük, hogy a maximumot akarjuk úgy nyújtani a pályán, mind a védő oldalon, mind a támadó oldalon, úgy érzem, ez sikerült. And we follow every idea of coaching staff, and I think we play a really good game, and in the world we play really good Syria, and now it's time to rest and focus for the next opponent. A mai meccsen nagyon fegyelmezetten betartottuk az edzőutasításokat, egy jó mérkőzést játszottunk, de ugyanúgy úgy érzem, hogy egy nagyon jó szériát játszottunk, mint csapatként, most nincs más hátra, mint egy kicsit pihenni, és elkezdeni fókuszálni az elődöntőre. Thank you, Jordi. You can back to the locker room. Ciao. So, Milos, the question is the same. Please summarize tonight's game and, if you want, a little bit the whole series. Thank you. First, I want to congratulation for Honvéd. Először is szeretnék gratulálni a Honvéd csapatának. Because if I have the right information, how I found
200 is in the playoff after 26 years. Mert hogyha jól tudom és jól találtam meg az információkat, a statisztikákat, 26 év után kerültek ismét playoffba, úgyhogy ezért egy nagy gratuláció, nagyon nagy dolgot teljesítettek az idei évben. I think to coach Jovanovic, who is out on the court, my friend, make the good job and I wish him all the best in the next games. Igazából Jovanovic edző nagyon jó munkát végzett. Na már ő kell nagy titkot, ugye, hogy a pályán kívül mi egy nagyon jó barátságot tartunk, és nagyon jó barátságban vagyunk. Szeretnék neki is gratulálni az idei évhez. About the game today, I think to we play 15 minutes exactly like we want, and in the last 5 minutes of the second quarter we was little lazy on the court, we looks like little lazy. Úgy érzem, hogy az első fél időben igazolt 15 percig maximális és jó játékot nyújtottunk. Kicsit kívülről az utolsó 5 perce, az első 20 percnek igazából, mint hogyha egy kicsit lustábbak lettünk volna, nem voltunk annyira fegyelmezettek. And after that, to the third and fourth quarter, we keep the intensity in defense, we run, we move the ball, we play in some good rhythm that we play this series and we win the game. És igazából a harmadik és negyedik negyedben már egy nagyon jó ritmust tudtunk végig tartani, mind elől, mind hátul. Ugye jó védekezés volt, utána járt a labda, úgyhogy azzal a látottakkal elégedett voltam, és így a harmadik mérkőzésen aratott győzelemmel is tudtuk szárni a szériát. I think we play very, very good series. Úgy érzem, hogy igazából az egész negyed döntő alatt nagyon jól játszottunk. With a really good intensity in defense and with a team job in offense. És végig nagyon jó ritmusban támadtunk, de előtte ugye nagyon jól és összeszedett volt a védekezésünk hátul. Now is the time to these 2 days we little rest. Most 2 nap pihenés vár a csapatra. This is very important because the semifinal will for sure be physically tough in college. Szerintem ez most nagyon fontos lesz számunkra, hiszen a bárki ellen fogunk játszani az elődöntőben, itt mindig egy fizikálisabb csatára kell számítani, úgyhogy fontos lesz ez a 2 nap pihenni a fiúknak. And we will start to prepare from the Monday and for sure we will watch together the 4 game of our potential opponent and we will start to think about them. Hétfőn pedig elkezdjük a közös munkát, biztos, hogy közösen először megnézzük az ágrajzunkon ugye az ETE, illetve a DEAC mérkőzését, és utána pedig elkezdünk fókuszálni a saját feladatainkra, és így készülünk fel a szombati első mérkőzésre. Thanks to our fans. Köszönöm szépen a szurkolóinknak a mai mérkőzést. They also traveled in Budapest, they give us support, big support. Már Budapestre is elutaztak velünk, és nagyon nagy energiákat és nagyon nagy támogatást adtak nekünk. És nincs más hátra, együtt felkészülni az elődöntőre. Thank you, Milos. Have a nice weekend.